50. születésnapját ünnepelte a hétpettyes óvoda színkör játék tagovoda pénteken. Ünnepi műsort adtak elő a szülők. Folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. Az ovisok. A volt óvodások. Már megjöttünk eszegre, óvi köszöntésére. És az óvoda pedagógusok. Kis Anita intézményvezető arról beszélt, az elmúlt évtizedekben idejáró gyerekek milyen útravalót is kaptak az óvodától? Ebben az épületben kaptak a művészeti nevelésből nagyon-nagyon sok útravalót, a drámajátékban nagyon sok útravalót, ami nagyon fontos számunkra az értékek, az egymás tisztelete, egymás szeretete, a derű. Ez mindenképpen optimális a mi életünkben, és hát a pedagógusok részéről az állandó tanulást, az állandó gyermek megnyilást, ami a mai életünkben is nagyon-nagyon fontos, ezt biztos, hogy kapták tőlünk. Búzs Balázs Óbuda Békásmegyer polgármestere meglepetéssel kedveskedett az ovisoknak. Hoztunk egy kis ajándékot, február óta az állatkertnek a lakója, egy koalamaci, egy Nur-Nuru Bin nevű új koalamaci. Ezt a óvoda nevében egy évre örökbe fogadtuk, úgyhogy a nevelőszülei mindannyian ennek a Nur-Nuru Binnek, valamint valamikor az egész óvoda el tud menni egyszer az állatkertbe, és akkor meg is tudják személyesen nézni ezt a koalamacit, úgyhogy ezt fogadják szeretettel. Van egy életrajza is ennek a Nur-Nuru Binnek, Ausztráliából származik, és a nevének jelentése déli szél. A polgármester szimbolikusan plüssmacit adott a gyerekeknek, akik nem sokára az állatkertben látogatják meg Nur-Nuru Bint.